Szeretettel köszöntjük kedves testvéreket és minden érdeklődőt. Ez alkalommal a bizalomról lesz szó, a Mikiás könyve alapján és a példabeszédekből. Akkor kérem Ágit, hogy az igét ossza meg velünk. Nagy örömmel hoztam Isten igéjét, a Mikeás könyve 5. rész, 7. versét, és majd a példabeszédek könyve 3. rész, 5. versét. Keressük ki, és érdemes elolvasni, és összefüggéseiben is megnézni. Mikeás könyve 5. rész, 7. verse így szól. És a Jákobnak maradéka olyan lesz, mint sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberekbe reménykedik, és nem bízik embernek fiába. És a példabeszédek könyve 3. rész 5. verse. Bizodalmad legyen az Úrba teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Az igéből is kitűnik, hogy ma a bizalomról fogunk beszélgetni. Nagyon nagy szükség volt Izrael népének is a bizalomra. Ábrahám bízott az ő Istenébe, Jákob is bízott, és Jákob fiai is az Úrban. Nagyon sokszor a bizalom hiányában vagyunk, a mai élő emberek és a közösségek, a társadalmak nagyon úgy élnek, hogy nincs meg az emberekben a bizalom egymás iránt, nincs meg a bizalom a nép vezetői iránt, és sokakban Isten iránt sem. A bizalommal a pszichológia is foglalkozik, a korai csecsemőkorhoz kapcsolódóan a kötődés kialakulásának időszakába kell, hogy ez a bizalom ott legyen. A kicsi csecsemő bízik az édesanyjába, ha kap elég testközeli szeretetet, ugye a testére veszi, megeteti, megszoptatja, és ha idejében megkapja azt, amire szüksége van, akkor kialakul benne a feltétlen bizalom, és ha nem éri csalódás őt, akkor bízik, és ráhagyatkozik a kedves édesanyjára, a szüleire, nem kételkedik a szeretetükbe, és a kicsi gyermek az a szüleiben nagyon tud bízni. Vannak gyerekek, akiket az életük során nagyon sok csalódás ért. Ilyenek az állami gondozásba került gyerekek, akit csecsemőkorban a gondozónéni szeretget, amennyire tudja, és ideje engedi, de aztán tovább kell menni kisgyermekkorban egy másik intézetbe, kiszakad, és elszakad attól, akihez kötődött volna. Aztán, amikor kisiskolás lesz, akkor ismét egy másik intézménybe kell mennie, és így aztán nem alakul ki a feltétlen bizalom, és kialakul viszont a bizalmatlanság. És ha ez a bizalmatlanság kialakul, akkor Isten és emberek iránt is bizalmatlan lesz. Kételkedik Isten szeretetébe, a mennyei Atya szeretetébe, és kételkedik az emberek szeretetébe is. Óriási felelősség terheli a szülőket, a hozzátartozókat, a nagyszülőket, hogy vajon hogyan közvetítik a szeretetet. Mi is a bizalom, és valahogy így fogalmaztam meg magamnak, hogy a bizalom az élet sója, illetve, hogy ahogy a szeretet is az élet sója, és a szeretet és a bizalom édes testvérek, nagyon nagy szükségünk van rá, hogy az életünkben legyenek emberek, akikben bízhatunk, és hogy Istenben feltétel nélkül tudjunk bízni,
Ezt gyermekkorunktól tanuljuk, a bizalmat, és én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy olyan szerető szüleim voltak, édesanyám is, hogy ő benne feltétel nélkül megbízhattam már, amikor felnőtt ember voltam, és tudtam, hogy őre mindig számíthatok. Bármilyen gond és nehézség van neki, elmondhatom, és ő azonnal, ha tud és lehetősége van rá, akkor segíteni fog. Ha nem tanulunk meg bízni, és hiányt szenvedünk a bizalomba, és a bennünk is kialakul a bizalom hiány, akkor magányosok leszünk, nagyon üresek leszünk belül. A csüggedés belép az életünkben, és elszigeteltek leszünk a csalódások miatt, a bizalmatlanságunk miatt, a baráti körünk sem lesz, hiszen nem tudunk bízni senkiben sem, és ha mi nem bízunk, akkor mások sem fognak bizalommal hozzánk fordulni, hiszen csak magunknak fogunk élni. A bizalom az egy nagyon nagy ajándék is, és hogyha az ember helyet enged a szívébe a bizalomnak, és újra megtanul bízni a nehézségei, csalódások ellenére, akkor a bizalom által másokhoz is tartozhatunk, és biztonságérzetünk lesz. Nagyon szeretem ezt az ígét, a Zsoltárok könyvéből ezt mondja a Zsoltáros: Istenben bízok, nem félek. Biztonságot ad a bizalom a Zsoltárosnak is, hiszen rengeteg ellensége volt, és rengeteg harcot vívott meg az élete, sokszor veszélyben volt, de ő az Úrban bízott, és ezért nem félt, és így folytatódik, hogy Istenben bízok, nem félek, ember mit árthat nékem. Az Istenben való feltételen bizalom olyan hitet ad, ami megerősít abban, hogy nem kell félni sem emberektől, sem a gonosztól, mert az Úr velünk van. Eloszlanak a félelmek, ha bízunk Istenben, a sötét és rémisztő gondolatoktól meg lehet szabadulni, és azok tova tűnnek, és marad helyett a hit és a hitnek az öröme. Az olyan, mint a horgony, amivel a hajót kihorgonyozzák, nem engedi, hogy a hullámok elsodorják. Ez a bizalom. Van-e az életedben bizalom? Bizalom horgonya az, ami Istenbe kapaszkodik, és amelyik felemel. Az Istenbe való bizalmunk vajon min alapul? Hát az egyik, hogy az Isten ígéjén, és az Isten ígéjének az ígéretein nyugszanak. Mégpedig a Biblia erősíti a bizalmat Isten felé bennünk, és én bízom Isten szavába, amit Isten egyszer megígért, amit a Bibliába leírtak a Szentlélek által a proféták, azok mind beteljesedtek és beteljesülnek. A mai időkben is látjuk, hogy mennyire igaz az Isten igéje. A serdülő Isten tiszteleten beszélgettem a gyerekekkel erről, hogy vajon a 10 parancsolat miért nem vesztett a mondani valójából, miért nem avult el, hiszen közel 6000 éve, hogy Egyiptomból kijöttek a zsidók, és ugye a pusztába, a Sínai hegyen adta Mózesnek át Isten a kültáblát, amit a saját ujjával írt. Hogy lehet, hogy egyetlen betű, egyetlen pontocska sem avult el belőle? És az egyik kis 13 éves fiúcska mondta, hogy azért, mert Isten örökkévaló. Mert hogy ő az,
amit ő ad és amit ő megmond, az örökké megáll. Egy pont, egy vessző abból el nem múlik, amíg be nem teljesedik. Ezért lehetünk mi igen nagy bizalommal Isten iránt, az ő szava iránt. Bár sokan nagyon nem jól kezelik Isten ígéreteit, mert olyan dolgokat tulajdonítanak a saját életükre nézve, amik nem rájuk vonatkozik. Sokszor hallom fiataloktól, de én azt az ígét kaptam, hogy majd Jancsi lesz a férjem, és a végén kiderült, hogy Jancsi nem engem választott, pedig nekem ígém volt rá. Ez nem így működik. Isten ígéje és Isten ígérete valóságos, és a Szentlélek által kapjuk, de nem a kívánságaink szerint, hogy az íge igazolja az én kívánságomat, amit én szeretnék, amit én akarok. A testi vonzalmaimat igazolja, Isten ígéje nem erre való, hanem arra, hogy az ember megismerje őt, az ő örökkévaló csodálatos voltát, az ő megváltó kegyelmét, hatalmát, és hogy átéljük azt, hogy Isten gyermekeiként bízhatunk benne. Isten gondviselő Isten, és ha ezt megtapasztaljuk, akkor megerősíti a bizalmunkat. Az úri imádságban így tanított az Úr imádkozni. Micsoda bizalom, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket ma. Hogy a hétköznapi dolgokban is számíthatunk a gondviselő Istenre, és átélhetjük azt, hogy az Úr gondoskodik rólunk. Én számtalanszor átéltem és megtapasztaltam, hogy az Úr gondja voltunk. Isten gondviselő szeretetét, ha megismerjük, és úgy ismerhetjük meg, ahogy Jézus tanított imádkozni, hogy add meg, Uram, amire szükségem van. Ahogy a gyerek is elmondja a szüleinek, mi is elmondhatjuk a mi szerető mennyei atyánknak, a mi megváltó Urunknak, Jézus Krisztusnak. És amikor megtapasztaljuk a gondviselő szeretetét, akkor megerősödik a bizalmunk mindazokban, a szükségleteinkben, hogy van, akihez fordulhatok. Nagy öröm bízni az Úrba, és nagyon nagy kegyelem is. Bizalomra tanította Izrael népét is az Úr. Ha belegondolunk, micsoda bizalom kellett ahhoz, hogy a papok előre mentek a szövetség ládával, beléptek a Jordánba, és az ketté vált. Hogy az emberek, a családok elindultak a Vörös-tenger medrébe, ahol Isten útat készített, hogy átjussanak a túlsó partra. Nem gondolhattak arra, hogy mi lesz, ha összecsapnak a hullámok. Bíztak Istenbe, és Isten átvitte őket a Vörös-tengeren. Csodálatos dolog, Mikeás is ugye erről beszél itt az ígében, hogy nem emberekbe reménykednek, és nem ember fiába, Jákob maradéka, és hogy ezért az életük üde lesz, mint a harmat, és olyan lesz, mint az ápor a fűnek. Amiről még beszélni szeretnék, ugye az, hogy a bizalomteli emberrel olyan nagyon jó együtt lenni, valóban olyan, mint az élet sója, ahogy mondtam, mert hogy reménységet ad, és a hitehagyott, elkeseredett, depressziós ember is megérzi ezt a sót, ezt a jó ízt, és ő is kezd bízni Istenbe. A bizalom és a hit azok édes testvérek, és a hitünk próbája a bizalom. Hiszem, hogy nem hagy az Úr egyedül a problémámba, a gondjaimba, a viharba.
Egy példa jut eszembe, a Niagarai vízeséssel kapcsolatos a példa, valóságosan megtörtént, egy kötéltáncos elhatározta, hogy kötélen átmegy a Niagara vízesés fölött, hát rengeteg ember összegyűlt, és hát mindenki nézte, volt, aki csodálta, volt, aki kételkedett, hogy át tud menni, átment a kötélen, és aztán nagyon megtapsolták, és utána egy talicskát fogott, és a talicskát áttolta a Niagara vízesés fölött, hát mindenki tapsolt és ujjongott, igen ám, de amikor mindez megtörtént, akkor meghajolt, és azt mondta, hogy van-e valaki, aki vállalkozna arra, hogy beleül a talicskába, és én megígérem, hogy áttolom a vízesésen keresztül. Hát ugye az hatalmas szakadék, és minden van ott, zúgnak a víznek a hullámai, az esése. Hát várt egy darabig, de senki nem vállalkozott rá, senki nem bízott abba, hogyha beleül a talicskába, hogy ez a mester szinten lévő kötéltáncos át tudja tolni. Örültek, hogy láthatták, hogy mit tud, de a saját magukat nem adták oda, hogy kockáztassák az életüket. Tulajdonképpen ez a hit próbája, hogy nem adok helyet a félelemnek, mert bízok Istenbe. És tudom, hogy az én megváltom él, mondta Jób, és utoljára az én porom felett megáll. Jób könyvében rengeteg sok csodálatos ígét olvashatunk a bizalomról. Nagyon szeretem ezt az ígét, amit szintén ott a 33. részben olvasunk, hogy nem látom a napot, bár az égen ragyog, de szél fut át rajta, és majd kiderül. Ez a bizalom, hogy tudom, hogy most sötétség vesz körül, tudom, hogy vihar van, de bízom abba, hogy az Úr a Szentlélek szelével el fogja ezeket távolítani, és kisüt a nap. A hit és a bizalom és a félelem, ez ellentétes érzelem a félelem a bizalommal és a hittel szemben. Az élet tele van félelmetes dolgokkal. Ugye mi most a betegségtől, a fertőzöttségtől, sok mindentől félünk, emberek halnak meg körülöttünk, és féltjük a magunk életét, aggódunk önmagunkért, a szeretteinkért. És ha nincs bennünk bizalom, és nem imádkozunk, és nem megyünk az Úr elé, akkor a félelem növekszik bennünk, és nincs védelmünk a sok-sok sötét erővel szemben. Ha bízunk az Úrban, akkor rá tudjuk magunkat bízni, mert ő szeret, gondot visel ránk. Minden nap velünk van, mert ő ezt ígérte, és ezt mondta, kézen fog, megóv. Bízol Istenbe? Minden körülmények és nehézségek között is. A bizalmat könnyű elveszíteni, és nagyon nehéz visszaszerezni. Mi szenvedélybetegekkel foglalkozunk, és általában minden fiatal ezt mondja, hogy amit szeretnék, a szüleim bizalmát visszaszerezni, mert megcsaltam, megloptam őket, és nem bíznak bennem. És bizony nagyon keményen kell küzdeni azért, hogy a bizalmat visszanyerjék, de visszaszerzik. És vannak szülők, akik nagyon minden gonoszságuk ellenére a gyermekeiknek mégis bíznak a felépülésükbe, gyógyulásukba. Van hamis bizalom is, erről is kell, hogy beszéljünk, amikor a bizalomról beszélünk. Ez a hamis bizalom mindig megszégyenüléssel végződik.
Nagyon sokszor a sztárokba bízunk, az anyagi, pénzügyi biztonságunkba bízunk, a magunk erejébe. És aztán észrevesszük azt, hogy egyik napról a másikra megbetegszünk, és semmivé lesz az erőnk. A pénzünk elfogy, bizonytalanná válik a munkánk, és azok a sztárok, akikre úgy felnéztünk, kiderül róluk, hogy erkölcstelen emberek. És olyan nagyon magunkba kezdünk zárkózni a hamis bizalmunk miatt. Hamis bizalommal kapcsolatban Hitler is eszembe jutott, aki a haderejébe bízott, úgy gondolta, hogy ő legyőzhetetlen. És egy alkalommal az új repülő bombázóit eregette föl, és ott állt, és nézte, hogy az ő hadserege mire képes, bemutatták, és azt mondta, hogy nem azt kérem, Isten, hogy segíts, hanem hogy csodálj. Akkor már tudni lehetett azt, hogy az Úr nem fogja megengedni ezt a hamis bizalmat és biztonságot, mert minden Isten kegyelméből van, és az ő segítsége nélkül az ember porba hullik, hiszen onnan vétetett, és minden hamis bizalom, amit elhintett az emberekbe, népekbe, hogy az porba hult, és ő maga is ugye idő előtt halállal végezte. Gondoltál arra, hogy te hol fogod tölteni az örökké valóságot? Gondoltál arra, hogy egy nap nekünk is el kell menni? Ha bízol Istenbe, ha nem, ha hiszel benne, ha nem, vajon hova fogsz menni? Isten országába, vagy a kárhozatba? Isten gondoskodott az emberről, hogy ne kárhozzon el, bár a bűnei miatt megérdemli, és mindnyájan megérdemeljük, de Jézus meghalt a kereszten, a mi bűneinkért, az ő kereszt áldozatával vette meg az üdvösséget, és kifizette az árát az életével, hogy mi Isten országának az örökösei lehessünk, és majd a manapon, ha szólít az Úr, és a minden élők útján elmegyünk, az ő országába van helyünk. Jézus azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Bízol te ebbe? Bízol Isten szeretetébe és ígéretébe? Hiszen ő úgy szerette ezt a világot, és benne minden ember, téged és engem, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz és bízik, az üdvözül. Nagyon szép a János első levele, 4. rész, 17. részében olvasott ige, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Bizodalmunk lehet minden nyomorúságaink ellenére. Ő meghalt értünk, ő feltámadott, és vele együtt mi is feltámadunk, és az ő országának részesei lehetünk. Péter apostol is erről ír az első levele, első rész 15. versében. Hogyan találjuk meg a bizalmat? Csak úgy, ha hittel megragadjuk az Urat. Ő az, aki megtanít a hit és a bizalom útjára. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy gyermekkoromban nagyon nagy szükségem volt Isten szeretetére, az Úr Jézus Krisztusra. Édesanyám sokáig kórházban volt, és nagyon beteg volt,
és minden nap hittel imádkoztam, hogy kisgyermekként, hogy az Úr gyógyítsa meg, és bíztam abba, hogy az Úr meghallgatja az imádságot, és egy napon aztán sikerült édesanyámnak kijutni a kórházból, a szanatóriumból, hazajönni, és nagyon boldog éveket élhettünk meg, egészen sokáig élhettünk együtt, és mindnyájan ő is, én is Isten szolgálhattuk alázattal és kegyelemmel. Bízol-e az Úr Jézus Krisztusban, a megváltóban? Ő a kőszikla, ő benne soha nem fogsz csalódni. Ő az a kőszikla, amely mindörökké megáll, és elrejt téged az Úr önmagába, ha bízol benne, hittel és szeretettel.